Sziasztok! Ma kutya jó dolgokról szeretnék beszélni, méghozzá a fülek elváltozásairól. Kutyáknál nagyon gyakori a fülek elváltozása, és ezért hoztam ezt a témát, mert én a munkám során nagyon-nagyon sok úgynevezett beteg füllel találkoztam, és lehet, hogy te is esetleg érintett vagy ebbe, úgyhogy egy picit kifejteném a kutya fülek elváltozásait. Nyilvánvaló, hogy ez macskákra is ugyanúgy érvényes, és minden olyan házi állatra, aki az ember közelében van, de még akár vadon élő állatok is megélhetnek konfliktus, csak ők egy picit másképp működnek, mert ők előbb le fognak jönni a konfliktusról, gyorsabban kifut nekik a tünetük, egy ciklus lefutásban általában nekik lefut, de itt házi állatoknál, főleg kutyáknál, mert a kutyák nagyon-nagyon rá tudnak hangolódni az emberre, a macskák valamivel kevésbé, de a kutyák, ez nagyon jellemző, hogy tökre ráhangolódnak az emberre, a gazdira, és akár átveszik az ő a gazdi konfliktusait is, és akkor ilyen visszaesésekbe kapcsolgat a kutya ide-oda, és amikor azt veszi észre a gazdi, hogy már hosszú ideje gyulladt a kutya füle, hol elmúlik, hol előjön, akkor el kell kezdeni gondolkozni, hogy ez kinek a konfliktusa, kipörgeti bele a kutyát ebbe a dologba. Na, a fül az több részből áll, több elváltozás is lehetséges ezen a területen. Az egyik része, ugye a középfül, amikor egy középfül gyulladást diagnosztizálnak, az a mirigy szövet részhez tartozik. A mirigy szövetnél ugye azt tudjuk a biológikában, hogy a jobb oldal az a bevétel, a bal oldal pedig a kiadás, ki akarom köpni. Na most én ezt nagyon-nagyon leegyszerűsítettem, és én így tudtam a legjobban megjegyezni, borzasztó egyszerűen, jobb oldal akarom, bal oldal nem akarom. Tehát ha a jobb fül érintett, akkor szeretnék egy információt hallani. Szeretném azt a falatot, ugye ez egy falat konfliktus a mirigy szöveteknél, ezt is tudjuk, szeretném hallani azt az információt, de nem hallom. A balfül érintettsége esetén pedig szeretném magam megértetni, szeretnék átadni egy információt, de nem hallanak meg, nem tudom átadni ezt az információt, mert nem hallják. A konfliktus aktív szakaszban daganat növekedés történik, és ebből még nem szoktunk különösebben érezni semmit, feltételezem, hogy az állatoknál is így működik. Nem szokták ennek jelét mutatni, hogy esetleg fájdalom lenne, vagy bármi egyéb. Azonban előfordulhat, hogyha itt már hosszabb ideig van ide-oda kapcsolgatás, akkor egy hallás csökkenés lehetséges, ami nem maradandó szerencsére, de hogy minden frekvencián egy hallás tompasság, vagy hallás gyengeség, hallás csökkenés léphet fel, de ez amikor már többször visszakapcsol a kutya, vagy hosszabb ideig fennáll ez az érzelmi konfliktus. A megoldás utáni szakaszban, a helyreállítási szakaszban viszont ugye tudjuk, hogy daganat elbontás történik. Na most ilyenkor már, hogyha a dobhártya nem szakad fel, vagy nem szúrják fel, akkor már pedig kutyáknál ezt ugye nem nagyon veszik észre, tehát nem szokták így felszúrni, csak ha véletlenül észreveszik. Itt már, ha nem szakad át, vagy nem szakad fel a kutyának a dobhártyája természetes úton, akkor ott már van fájdalom. Ott feszíti a daganat elbontási törmelék, feszíti a dobhártyát, és az fájdalommal jár. Azonban, hogyha sikerül felszakadni a dobhártyának, akkor ez a daganat elbontási törmelék szépen ki tud folyni a fülből, és akkor ez egy megkönnyebbülést ad az állatnak is, embernek is, mert nincs az a nyomás, az a feszítettség érzés. Hát gyakorlatilag egyébként a mirigy szövet rész az úgy fog kinézni, mint amit itt látunk a jobb felső képen, hogy amikor kifolyik ez a daganat elbontási törmelék, akkor ez a fehér, sárgás, trutymó, és ez büdös.
Egyébként nagyon könnyű a fülgyulladást lecsekkolni az állatoknál, beleszagolunk a fülébe, hát ha büdös, akkor ott biztos, hogy van valami elváltozás. De nem törvényszerű, mert ugye azért a laphám résznél nincsen szag, de a mirigy résznél, ha a mirigy szövet érintett, akkor ott biztos, hogy az egyfajta szaggal jár. Akkor van a fülnek egy olyan elváltozása is, ami már a kisagy területére csapódik be, abba a relébe, tehát a bőr írha lesz az érintett, amikor sértőnek, bántónak éli meg az állat a hallottakat, vagy a gazdi és az állat leveszi róla. Tehát amikor egy sértő, bántó érzelmi konfliktust él meg a kutya vagy a gazdi, akkor az a bőr írha területére fog becsapódni. És az a konfliktus aktív szakaszban a bőr vastagodik, tehát ugye itt is elmondható, hogy daganat növekedés történik, csak ugye itt a bőr írha vastagodik, és a megoldás utáni szakaszban pedig daganat elbontás történik, na akkor van az, amikor ilyen szúró, fájó, viszkető, kivörösödött, ugye nyilván akkor a kutya vakarja a fülét, akkor ezt láthatjuk, hogy akkor ez az ilyen pirosas, fáj neki, vakarja, szúr, illetve az is látványos a kutyáknál, hogyha mi nem is vesszük még észre konkrétan a fül elváltozást, vagy nem értünk hozzá, akkor ha azt látjuk a kutyánál, hogy sokszor vakarja, vagy rázza, vagy ilyen féloldalasan tartja a fejét, akkor ott valami van a fülével. Úgyhogy vannak ilyen kis jelek abból, hogy a fülét figyelni kell a kutyusnak. No, és akkor van még a kéregállományi rész, a laphám területe, ahova be tud csapódni egy konfliktus. Ugye itt a hallottakra egy ilyen elválasztási, elhatárolódási, elutasítási, visszautasítási konfliktus az érzelem, hogy hallani sem akarok róla. Zavar a hallottak, zavarnak a hallottak, idegesít, feszülté tesz, nem, hallani sem akarok róla. Ez a legjobb kifejezés, hogy hallani sem akarok róla. Itt konfliktus aktív szakaszban, ugye ez a belső fül lesz itt érintett, a konfliktus aktív szakaszban fülzúgás, fülsípolást élhet meg a kutya is, illetve a gazdi is, tehát az adott frekvencián, ami idegesíti őt, azon a frekvencián, arra a frekvenciára kapcsol be egy ilyen fülzúgást, fülsípolást az agyunk, és hát ez megint egy zavaró lehet, ebben már újra bele tudja az ember is, vagy inkább az ember tudja belepörgetni magát, az állat az sokkal jobban elviseli ezeket a dolgokat, de ugye az embernél szokott ez előfordulni, hogy ugye annyira zavar ez a fülzúgás, hogy már arra gerjed rá, és ez lesz a következő konfliktus. A megoldás utáni szakaszban pedig érzéketlenség van, ott nem nagyon érzékelünk semmit. A krízisben viszont újra visszatér, átmenetileg visszakapcsol ez a fülzúgás, és ott érezhetünk még fájdalmat az elváltozás során. A laphám szövet részeknél azt tapasztaljuk, hogy nem ez a gennyes, büdös, sűrű, sárgás, fehéres váladék folyik a fülből, hanem egy ilyen levedzés. Ez egy inkább átlátszóbb, picit lehet sárgás, de nem mondható büdösnek. A fül az inkább piros, tehát az ott látszik, hogy a laphám rész az gyulladt piros, és ilyen inkább vizes levedzés látható a fülben. Na most ezeket a képeket azért mutattam csak meg, hogy aki esetleg nem jártas ezekbe, vagy nem nagyon látott még ilyen fület, beteg fület, idézőjelben mondom, akkor azt lássátok, hogy így néznek ki a beteg fülek, a gyulladt fülek. Nekünk nem az a dolgunk, nekem se és neked se, hogy diagnosztizáljuk, hogy most
a képen látottak közül ez most a bőrírha, a mirigyszövet, a laphámszövet, teljesen mindegy igazából, ezt csak azért mutatom, hogy lássátok, hogy így néz ki egy ilyen beteg fülecske. Nekünk ilyenkor az a dolgunk, hogy elkezdjünk gondolkozni önmagunkon és a kutyán is. El kell kezdenünk gondolkozni, hogy milyen környezetben él a kutya, miket hall a kutya, mi az, ami zavarhatja. Van olyan, hogy bekapcsol egy riasztó kín az utcán éjszaka, és zavarhatja a kutyát, bánthatja a fülét, zavarhatja a gazdinak a hangja is. Illetve ugye, ami fontos, hogy a gazdi milyen konfliktust élt meg ezekkel kapcsolatban, ugye ilyenkor szerencsés fellapozni a szervatlaszt és végigmenni ezeken az elváltozásokon, hogy mit élhetett meg a gazdi. Ha rövid ideig tart ez a fülgyulladás a kutyánál, tényleg előfordulhat az, hogy ez az ő konfliktusa volt, kifuttatta és megy tovább. Ha a gazdi elkezd félni, ha a gazdi elkezd aggódni, hogy úristen, mi van, ha nem múlik el, úristen, már 2 hete gyulladt a füle, jaj, mi lesz így, jaj, az orvos azt mondta, hogy ez nehezen múlik, ez mindig vissza fog térni, ugye, mert hallunk ilyet is, hogy hát az ilyen fajta kutyánál elég gyakran visszatér ez a fő probléma. És hogyha a gazdi ettől megijed, tart, fél, akkor igen, elképzelhető, hogy ebbe pörgeti bele magát és a kutyáját is. És vizsgálni kell ugye a gazdinak a megéléseit is, és hogyha hosszú ideig fennáll a gazdinak is az a konfliktusa, amiket itt felsoroltam, akkor meg már azon kell elkezdeni gondolkozni, hogy mire használja. Miért kell ezt az érzelmi megélést fenntartania. És akkor következő lépés, hogy a lelkem üzenni szeretne valamit. Nem jó úton vagyok, nem jó helyen vagyok, és a kicsi kedvencem, a szeretett kis állatom, kutyuskám megmutatja nekem, mint egy tök jó tükör, hogy gazdi, ezzel neked dolgod van, te magadnak nem jöttél rá, nem figyeltél oda, lehet, hogy szúrt nyomott a füled, de elhesegetted, lehet, hogy nem szakadt föl a dobhártyád, lehet, hogy egyből beszedtél rá antibiotikumot, elhesegetted, oké, de a kutya az folyamatosan fogja neked mutatni, hogy milyen érzelmi megéléseid vannak, és hogyha ez hosszú távon van, és nem fut ki, akkor el kell kezdened gondolkozni, hogy mit akar ezzel üzenni az önvalód. Mert valamit akar ezzel mutatni, nem véletlenül tartjuk fenn a tüneteket, és nem véletlenül nem tud teljes mértékben véglegesen kifutni ez a külön program. Úgyhogy vizsgáljátok meg önmagatokat, ha rátaláltatok a önvalótok szándékára, a lelketek útjára, szándékára, akkor kezdjetek el abba az irányba elindulni, és abban a pillanatban meg fog szűnni a fülgyulladás, és a kutyádnak is ugyanúgy egyből megszűnik, már nem lesz szüksége arra, hogy mutassa neked azt a tükröt. Köszönöm szépen a figyelmet, én már ennyit szerettem volna mondani, fogok még jönni több elváltozással, amik a kutyákat, macskákat, háziállatokat érint, mert vannak olyan dolgok, amiket én azt gondolom, hogy tisztába kéne tenni, vagy vannak tévhitek, és ezeket majd szeretném egy picit még boncolgatni. Remélem, hogy tudtam segíteni, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, hamarosan jelentkezem. Sziasztok!